A szlájdok elérhetők, ahogy látjátok a slideshare-en, azok föl vannak töltve, hogyha valakinek valami kell, tippen valami egy szlájdot akartak majd fényképezni, de nem kell lefényképezni, fel a slideshare-en. Egy kérdésem van, fölmentek, akkor lájkoljátok. Accelerátorok szerepe. Szóval miért van ez az egész Ecosystem Connect? Október 25 óta csinálom, soha senki nem kérdezte meg, hogy ezt miért csinálom. Igazából a fő indítatásom az az, hogy azt tapasztaltam az elmúlt 12 évben, amit a startupokkal foglalkozom, hogy egyre inkább nem úgy működnek a dolgok Magyarországon, mint nyugaton, vagy mint a nagyobb ökoszisztémákban, és egész egyszerűen egy más utat választottunk, ha kell, ha nem, vagy ha akartuk, ha nem, és ők is egy egészen más úton működnek. Nem feltétlenül most nem New Yorkról, meg Silicon Valley-ről beszélek, hanem Tel Avivról, meg Prágáról, meg Szingapúrról, meg Berlinről. És szeretném ezt azért felvillantani azoknak a fiatal, meg kevésbé fiatal vállalkozóknak, akik szeretnék tudni, hogy azért a világ pontosan miről szól. Tehát, hogy a világban nem feltétlenül azok a narratívák vannak, amik Magyarországon. Tehát az accelerátorokról lesz szó, ami szerintem az egyik legfontosabb szerep, amit egy ökoszisztéma képviselő végezhet, hiszen ha valaki, akkor az accelerátor nem létezhet startupok nélkül, nem létezhet befektetők nélkül és nagyvállalatok nélkül sem. Tehát gyakorlatilag csak azért van, mert ők hárman nem tudnak beszélgetni. Ezért jön létre gyakorlatilag az accelerátor. Három fő modellt ismerünk, mindenki ugye a Y Combinator szereti emlegetni, ők a Porsche az accelerátor világban, aztán a Techstars, aki ugye elsősorban képzés, tehát a Y Combinator kimondottan elitista. Kimondottan a kiválasztott a kiválasztottjai, és ott is csak a founderek. Tehát nekem voltak a beszélgetéseim CXO-kkal, tehát bármilyen más chief emberekkel, cégektől, hogy velük sem beszélgetnek, csak akkor alapítok. Tehát tényleg egy ilyen teljes alkalmazott fóbia van bennük. Okkal, hiszen most már ez a 70 milliárdot ér a portfólió, idén volt a legnagyobb, 2021-ben volt a legnagyobb intékük, 273 startup fordult meg a Y Combinator berkein belül ebből. Jó tudjuk, aztán idén vagy tavaly volt a Bitrise az egyik ilyen vendég. Techstars, egy egészen más modell, amelyet arról beszélünk később, ugye nekik körülbelül most már 3600 cégük van az elmúlt 14 évben, 16 évben, 2006 óta számolhatjuk, hogy ők léteznek, és ők igazából egy ilyen nagyon-nagyon joviális, oktatunk, segítünk, megbeszélünk, dolgozzunk együtt, család legyünk, nem egy elitista hangulat, és aztán van ilyen Rocket Internet féle, esetenként nagyon-nagyon sikeres, de nem mindig működő rendszer, ahol nagyon kevés ember működteti az accelerátort nagyon kevés céggel, viszont nagyon sikeres cégeket csinálnak nagyon rövid idő alatt. Ez ugye lehet azt mondani, hogy ez a Venture Builder rendszer, amit több helyen alkalmaznak. Talán ez az egyetlen, amihez nem kell egy nagyváros. A többihez azért jó, hogy ott van egy nagyváros, egy nagy ökoszisztéma mellett. Hogyan működnek accelerátorok? Tehát az accelerátor az egy tényleg egy nagyon-nagyon fiatal műfaj. 16 éve nyílt az első accelerátor, Y Combinator volt az első. Egy egyetemi projekt volt, és abból fordult át aztán egy hatalmas üzleti vállalkozásra. És hát a legtöbb accelerátor, amit láttam, meg amiről hallottam eddig, az így működött. Hát vagy batchekben dolgoznak, van egy intake, határidő, 3 hónapot leakceleráljuk, utána jön a következő eresztés, vagy virtuális, az elmúlt 2 évben fordult elő. Az egyik megszólalunk, az pont egy virtuális accelerátor. Tehát egy batch alapú accelerátor ment át virtuális, most már így is marad. Aki az egyik megszólaló fog erről beszélni. Aztán van ez a rolling admission, ami nem a működési modell, hanem hogy hogyan lehet bekerülni hozzájuk. Ugye a rolling admissionnek az egyik fő erénye az az, hogy végre nem az accelerátor időzítéséhez kell alkalmazkodni a startupnak, hanem az accelerátor alkalmazkodik azzal, hogy figyelj, gyere, amikor kész vagy, és hogyha készen vagy arra, amit mi tudunk neked adni, akkor mint egy súlyelasztal. Akkor gyere, és elkezdünk vele foglalkozni. Tehát nem rászerveznek becsekre mentorokat az év egy adott időszakában, hanem folyamatosan, akár egyszerre csak egy startuppal foglalkozik az accelerátor, ha éppen úgy jön ki a lépés. És aztán van a Venture Builder modell, amit az előbb mondtam, ahol nagyon közel vannak a
senior és a junior vállalkozók, tehát akik már csináltak céget vagy cégeket, illetve a fiatalok, és gyakorlatilag ez ilyen mester és inas, vagy mester és gyakornok viszony van köztük, és nagyon hamar átmegy aztán a gyakornok kezébe a teljes cég irányítás, ha már biztonságban látják a céget. Tehát, hogyha már elindult, már nem, nem a kezdeti lépések között botladozik, mert a senior segített neki, akkor átadják általában az irányítást. 2021 legjobb accelerátorai. Szokták nekem mondani, hogy, ezért, hogy miért vagyok én ilyen, mert Textor az buzi. Hát láthatjuk itt, hogy azért az első 10-ben azért nagyon sok helyen megfordul a Textornak a neve. Ugye nem véletlenül. Az ő modelljük pont azt célozza, hogy nagyon hamar, nagyon, nagyon ügyes és nagyon vonzó cégek jöjjenek ki a programból, amit viszonylag hamar el lehet adni. Viszonylag hamar ki lehet belőle lépni. Úgyhogy itt látjátok, hogy itt a mérés az igazából a mérésnek a fő szempontja, a kritériuma itt az volt, hogy hány exit volt egy adott portfólión, és itt látjuk, hogy a Boulder Accelerátornak volt a legnagyobb ez a száma. Ugye hát nem csoda, a Boulderban volt az első Techstars Accelerator 2007-ben, ugye Boulder az nem tudom, hallottatok-e róla, Amerikában úgy szokták hívni, hogy Republic of Boulder, egy ilyen nagyon sajátos, nagyon-nagyon high-tech, nagyon-nagyon nyitott szellemiségű város, ez a Boulder. Ugye Coloradoban ott volt például még a fűfogyasztás is egészen addig, amíg nem legalizálták. Tehát nagyon nyitott szellemiek és nagyon vállalkozó orientáltak. És kisváros, ennek ellenére ez egy nagyon jól működő modell Denver mellett. És hát ahogy látjuk, hogy ott van a legtöbb exit, hát lehet azt mondani, hogy azért, mert 2007 óta csinálják, hát volt elég idő exitálni ezekből a cégekből, de hát aztán az összes többit is látjuk, összes többi Techstars, ami jóval később indult, 2010-12 körül, és ugye a Techstars az 2014-ben jött át Európába, tehát a Techstars London volt az első, ahol az óceának ezen az oldalán is megmérettették magukat. Javarészt amerikaiak ezek a cégek, amit itt láttok, egy-két londoni, tehát brit kivétel, hát ez megint azt húzza alá, hogy nagyobb ökoszisztémában kell lenni, akkor célszerű accelerátort működtetni. Az a egyszerű oknál fogva, hogy a legtöbb ilyen accelerátor az ugye a mentorship alapú. És hol vannak a mentorok? Hát nagyvárosokban általában, vagy nagyvárosok környékén. Ott viszonylag könnyű elérni őket, könnyű rávenni őket arra, hogy jó, hogy gyere, töltsél egy napot nálunk, dolgozz ezekkel a cégekkel, és valahogy ott ugye az ökoszisztémának a vérkeringésébe is könnyebben be lehet kerülni, mint startup és mint mentor. Úgyhogy ez erről egy nagyon, nagyon beszédes ábra. Ez a másik, ez az európai oldal, hogy Európában melyek a legjobb accelerátorok, és így, hogy Európa azért később kezdett, itt nem az exitek száma volt az, amire szűrtek, hanem NPS score, tehát a Net Promoter Score alapján, tehát a programon végigment emberek ajánlásai alapján csináltak egy listát, és hát itt a londoni Techstars vezet, ugye szintén londoni Seed Camp, a Station F, az ugye párizsi, EIT Digital Accelerator, azt megmondom őszintén, nagyon csodálkozom, hogy ott van, de értem, a Techstars Berlin, akit ugye a Martin Ócik vezet, egy olyan fiatal ember, aki nagyon szereti Budapestet, és ugye időben az volt, hogy szia, egy időben az volt, hogy Budapestre is és próbálok hozni egy ilyen accelerátort. Tehát hát a többiek ugye ezek a ilyen vegyesen, vagy részben amerikaiak, vagy hát Amerikából megtanult elveket követő cégek. Ugye 4-től 12-ig megy ez a score. Én azt gondolom, hogy ez elég tisztességes kör. Tehát én ezt így azt gondolom, hogy ez abszolút egy ilyen a világminőséget ezek talán legjobban képviselik. Mi is a fő jellemzője? Mi a tapasztalat? Mi a legfontosabb része egy accelerátornak? Abszolút mentorálás alapú, de nagyon-nagyon kemény, hogy halljátok a Techstars-os, illetve még a startup jártos alapítót is, hogy mekkora mentorálási nagy üzem van egy-egy ilyen nagy accelerátornál. Ugye kritikus kapcsolatokat építenek ki, tehát olyanokat, amik nem ilyen laza, egyszeri beszélgetés és utána elfelejtjük egymást, hanem hogy folyamatosan ezeken a kapcsolatokon keresztül el tudnak indulni nagyvállalatok, államok, nagy iparágak felé. Majdnem mindenhol ez a 3 hónapos program az, amit mindenki kultivál. Valószínűleg azért, mert ez a normává vált, mindenki ezt várja el,
most 6 hónapok, egy kicsit furán néznek, hogy most tudunk 6 hónapig csinálni, 3 hónap az általában bőven elég. Ugyanis a legtöbb esetben, és ez egy nagyon érdekes mondás különben a mentorálás és az akcelerálás világában, hogy a legtöbb jó cég kevés mentorálást igényel. Tehát az a mentorálás, ami kell nekik, az nagyon jó célzott, tudják, hogy mit nem tudnak. Tehát már nem az a nagy fehér folt, vagy igazából bármit érdezünk, nem tudjuk. Tudják, hogy mit nem tudnak, és ha azt megkapják ezt az információt, akkor azzal tudnak tovább menni, és nem kell nekik állandóan supportot és állandóan támogatást adni, hanem sokkal önállóbbak, sokkal inkább tudnak a saját lábukon járni. Alapvetően városi környezetben működnek jól, a tapasztalat az azt mutatja. Amire jó még ugye egy ilyen accelerátor az iparágnak a mély megismerése, mind a pozitív és a negatív oldalakat ki tudják vesézni, anélkül, hogy saját maguk hónapokat vagy éveket elvesztegetnének arra, hogy egy feltételezés alapján mennek be valami iparágba, és aztán rájönnek, hogy ja, hát nem kérdeztük meg azt a megfelelő embert, itt meg lehet kérdezni a megfelelő embert. A közösség az mindig egy nagyon-nagyon kiemelkedő. Szia! A közösség mindig nagyon kiemelkedő elő, amit mindenki említ, hogy a közösség az, ami miatt ezt egy ilyen accelerátor megéri. Ugye ami azért fura, mert pont a közösség nincs is ott. Tehát a közösség az majd, ami az accelerátor, tehát a 3 hónapos program után veszi majd körül a startupot, de ugye egy akkora felhajtó ereje van és megtartó ereje van, hogy erre mindenki külön ki szokott térni. Ugye első kézből érkező vállalkozói input, ez ugye azt jelenti, hogy a legjobb accelerátorokban vállalkozók osztják az észt. Vállalkozók azok, akik segítenek a startupnak előre jutni. Természetesen egyéb szakmai támogatás és mentoráció mellett, hiszen az első időszakban az egyik legfontosabb dolog, amit egy startupnak meg kell tanulni, hogy hogyan működik ideiglenesen startupként, ami aztán majd fél év múlva, egy év múlva, két év múlva át fog alakulni egy sokkal inkább vállalati működéssel, amikor már esetleg nagyobb létszámban dolgoznak. De az első időszak az általában, hogy nagyon rövid ideig élnek át és kevés emberrel, tehát ahhoz kell a legtöbb bölcs segítség, és a bölcsességét igazából a tapasztalatból kell, hogy jöjjön. Equity és non-equity 90%-a jelenleg létező közel 10 000 accelerátornak az non-equity alapú. Ennek két oka van, ugye az egyik az, hogy a non-equity alapú accelerátorokat általában mivel jótékonyságnak hangzanak, az is államok vagy államhoz közeli állami források támogatják Chilétől Japánig, Kanadától Budapestig, ami így rendben is van. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha magukhoz akarják ezek a cégek, ezek a non-equity accelerátorok magukhoz akarják csábítani ezeket a cégeket, akkor hát az egyik legjobb mondás, hogy nem kérünk equity-t, viszont szeretnénk veletek dolgozni valamilyen formában, és aztán meglátjuk, hogy milyen formában lesz ez mind a két félnek jó. Erre tényleg nagyon sokféle modellt kitaláltak, hogy hogyan akarnak hosszú távon a cégekkel együtt repülni. De mondom, az alumni support, a legutolsó jellemző, amit általában emlegetnek, ez az, ami mindenkinek rezonál, hiszen nem a 3 hónap az, ami meghatározza az életüket, hanem az a kör, aki mindenki tudja, hogy mi mentek át. Mert mindenki ugyanazon a programon ment át, ugyanazon a fajta nagyon kemény bootcampben, ahogy mondani szokták ugye, ebben a környezetben, hogy ez az, ami nagyon nagy felhajtó és összetartó erővel van, ami számosíthatóan dollármilliárdokat ér ezeknek az accelerátoroknak. Ugye az értékajánlatban csinálnak mindenféle összehasonlításokat, ez talán az egyik legjobb, ami azt mutatja, hogy mennyire barátságos, mennyivel jobb egy accelerátorban lenni egy startupnak, mint mondjuk egy a vadonban bolyongani, mint egy angyalok által finanszírozott, vagy egy korai fázisú visszajárt a finanszírozott cégnek. Tehát nagyon sok olyan értéket nem kap meg a startup az accelerátoron kívüli életben, ami az accelerátorban teljesen természetes, ami elsősorban, megint csak az elsősorban kiemelt dimenzió az az folyamatos mentoring, ami egyszerűen szinte elkerülhetetlen, most a jó értelemben mondom, tehát alig tud elugrani előle. A másik pedig, hogy a portfólió cégek egymás közötti, egymás segítése, és nem utolsó sorban ezek a laza kapcsolatok, amik a portfólió cégek között fönnállnak, ezek nagyon sokszor tényleg ilyen serendipity jelleggel tolják előre a cégeket. Tehát minél több cég vesz téged körül, és tudja, hogy mit csinálsz, annál többen hegyezik a fülüket, hogyha egy adott
új lehetőség, egy új kapcsolat, egy új trend mutatkozik meg, és szólnak neked, hogy figyelj, ez, erre lehet, hogy érdemes figyelni, itt van ez az ember, erre, ezzel beszélgettem. Tehát ez a fajta give back, meg give first attitűd, hogyha átítatja ezt a közösséget, akkor egy textrajz jellegű műfaj lesz belőle, ahol folyamatosan a közösség minél jobban ismer, annál jobban tud neked segíteni. Az ökoszisztéma szempontjából nagyon érdekes gondolat, hogy miért van szükség az accelerátorokra. Gyakorlatilag egy normakontrollt tudnak gyakorolni, hogy hogyan is kell a startupokkal foglalkozni, hogyan kell a startupokat kezelni. Ez egy könnyen érthető, hogy belegondolunk, hogy még egy hatalmas amerikai gazdaságban is azért el kell magyarázni mondjuk Kansas City-ben, hogy hogyan kell a startupokkal foglalkozni, mert ott nem eleve adott, hogy nagy számban lennének startupok, tehát valamilyen formában ezeket a normákat, a kommunikációs, együttműködési normákat át kell adni, és ez a kultúra a kultúrának ilyen nagyköveti szerepe, amit a jobb accelerátorok követnek, ez az, ami miatt az ökoszisztémának nagyon-nagyon fontos szereplői. Tehát majd hallani fogjátok mind a kettőtől, az izraelitől és a francia cseh úriembertől is, hogy mennyire fontos nekik az, hogy beszélgessenek az ökoszisztéma képviselőkkel úton útfélen, nagyon gyakran informális, szervezetlen formában is. A másik pedig ugye ez a józansági teszt, amit tényleg nagyon sokaknak le kéne tenni ezt a fajta tesztet, tehát hogy mennyire tényleg startup az, amit csinálnak, és nem pedig csak valamilyen ilyen lifestyle business. És az ilyen accelerátoroknál azért nagyon őszinte és nagyon direkt a műfaj, szinte elmondják, hogy figyelj, tehát ez nem az, amire gondolsz, tehát ebből nem lesz soha mondjuk kockázati tők által finanszírozható hockey-stick növekedésű startup, amit esetleg nem hall másról, mert ugyan kitől is hallaná. Kisebb ökoszisztémákban nincsenek olyan képviselői a startup világnak, akik esetleg rá belelátnak, hanem azt mondják, tényleg hárman vagytok, és tényleg valamilyen technológiát mondtok az első mondatban, akkor biztos startup vagytok, de nyilván ennél azért sokkal több kell hozzá. És ez a fajta teszt is, ez a józansági teszt is egy szerintem egy nagyon fontos szerep, hogy rájöjjenek a startupok, hogy nem elég csak kitalálni valamit, és az már startup, hanem annak olyan mély, disruptív jelleggel kell bírnia a környező gazdaságra, vagy éppen a környező világukra, hogy akár egy kockázati tőke, de ha az nem is jön be, egy nagyon nagy növekedésre számot tartanak. Hát, ami nem várható az accelerátoroktól, az ugye idézőjelben a rossz hír, pénzt általában nem adnak. Tehát a legtöbbet, amit a statisztika mutatott, a legtöbbet 150 ezer eurót egyetlen egy adott, illetve a Techstars is ad 120 ezer eurót, de az már csak ilyen convertible loan, és az is már csak később a program után. Tehát általában nem a tőke definiálja az accelerátort, nem abban magasodik ki az ő hozzáadott értékük, hanem elsősorban a smartsban, ami az első három hónapban van. És hát munkaerőt sem tudnak adni. Tehát hogy ezt néha eltévesztik az emberek, legalábbis nemzetközi szinten, hogy majd ott találnak olyan embereket az accelerátorban, akik majd dolgoznak nekik. Hát ott általában vállalkozók vannak, azok meg nem nagyon szeretnek máshol dolgozni, és néha előjön, persze néha vannak ilyen kapcsolatási pontok, pláne hogyha erőlteti az accelerátor, mert a non-equity programnak az egyik része, hogy állítsanak elő munkahelyeket is, de alapvetően ez nem onnan fog majd jönni. Úgyhogy nagyon sok pozitív, a globális startup működéshez szükséges viselkedési módot lehet elsajátítani, nem utolsó sorban a nyelvezetet lehet jól elsajátítani egy ilyen accelerátortól, pénzt kevésbé. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, csak Facebookon tettem ki, de nyilván nem mindenki olvas mindig mindent, hogy holnap után kezdünk egy Techstars befektetési tanácsadó kurzust, ez ilyen online kurzus, ami azt jelenti, hogy videókat nézünk, és utána megbeszéljük a magyar ökoszisztéma egyik képviselőjével, most ezúttal a Day One, nem a portfólión toljon majd valaki, rá két hétre lesz még egy esemény, és utána rá még egy esemény, tehát három alkalommal fogunk találkozni, és átbeszéljük, hogy a Techstars 2022-ben mit gondol fontosnak az online, illetve az offline fundraisingről. Kifejezetten fundraising a történet, tehát a téma.
az hivatalos neve a programnak, hogy Venture Deals online kurzus. Ez a Venture Deals nevű könyv, talán néhányatok hallottak róla. Ez egy ilyen, hát tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen legendás könyv ebben a szakmában. 2016 óta több kiadás is megért. Itt van nálam egy példány, ha valakit érdekel. Ezt Textor az írta természetesen, illetve Bradfeld, aki az egyik alapítója annak a programnak. De a lényeg, hogy egy kicsit ilyen tiszta vizet akarnak önteni a pohárba, hogy mi mit jelent, és hogyan kell tényleg azon a lovon ülni, mint alapító, tehát mi az, ami elvárt, és mi az, ami kevésbé elvárt. Ezt fogjuk követni, az adom, hogy fogjuk, majd Jocival csináljuk, tehát ezt fogjuk követni egy másik Textors kurzussal, ami pedig teljesen az alapoktól, a nulláról indul, és 21 ilyen modulon keresztül megyünk abban, hogy hogyan kell startupot építeni. És ugyanígy ők elmondják, meghallgatjuk, megbeszéljük ilyen helyi szakemberekkel, szakértőkkel, meghatározó arcokkal. Ez kb. Ilyen május vége, június elején lesz annak vége. Mindez természetesen a Textors beleegyezésével és hozzájárulásával. Hogy hogyan? Hát igen, storage almost full. Nem tudom, ti hányszor látjátok, hát erre ébredek. 2006-ban ugye akkor volt az első accelerátor, ahogy mondtam, az a Y Combinator, és hát most arra, hát minimum 10 000 accelerátorról szoktak beszélni, de van, aki 25-öt mond, nagyon-nagyon sok, és ugye hát, ahogy mondtam az előbb is, hát nagyon felhívult az előbb, 90%-a ilyen non-equity jellegű, csak közel akarnak lenni ehhez az új feltörekvő KKV vagy SME szektorhoz, és szeretnének ideje korán támogatást adni ezeknek a gazdasági szereplőnek. Ugye ennek az az egyik fő oka, hogy kb. 10 évvel ezelőtt a Kaufman Foundation rájött, csináltak egy nagyon nagy studyt. A Kaufman Foundation az egyik legnagyobb vállalkozói kutatóintézet és kutatásokkal foglalkozó szervezet, hogy 1945 óta startupok több állást hoztak létre, mint a nagyvállalatok. Ugyanis a nagyvállalatok egyrészt sok állást hoznak létre, de nagyon sokat szüntetnek meg. A startupok az eszembe pedig létrehoznak főképpen, hiszen még nem volt előtte semmilyen történetük. Tehát a szaldója a dolognak az a startup javára dőlt el. Úgyhogy ezért nagyon sok állam, illetve ilyen helyi kormányzat támogatja a startupok indulását. Tehát az elmúlt 12 évben tipikusan egy jellemző fordulat lett a világban, az, hogy lokálisból globális lett. Tehát azok a nagyobb szereplők, akik kinőtték magukat a boulderi accelerátorból, meg a Y Combinator, a kaliforniai accelerátorból, azok globális játékosok lettek, ugyanis előre kell menekülniük, hiszen most már nagyon sok technológia van, amelyik globális, sőt, van, amelyik csak globálisan létezik, helyileg már nem is értelmezhető. A növekedésnek az egyik nagyon érdekes és trivia szám, hogy 2013-ban annyi startup volt accelerátorban, amennyi 2018-ban accelerátor volt. Tehát 2018-ra megtízszerűződött, hiszen általában egy accelerátorban, egy batchben általában 10 cég van. Tehát 5 év alatt megtízszerűződött az accelerátorok száma. A startup építés egyre könnyebb lett. Szó szerint azt lehet mondani, hogy negyedévenként könnyül. Tehát most már ott tartunk, hogy mindent meg lehet venni, tehát gyakorlatilag meg lehet venni a startup építést, annak az összes nehézségét meg lehet oldani, mindenre van már megoldás, már csak pénz kell, hogy legyen hozzá. És az acceleráció egyre gyakoribb műfaj, egyre inkább elfogadott műfaj, egyre inkább köztudott, hogy melyek azok a minimum kritériumok, amelyeknek meg kell felelni. Én annak idején, még az iCloud-ok voltak, annak idején 2012-13-ban kezdtem el csinálni, és akkor emlékszem, csak azért írtam oda ezt a Please Don't Ask Me to Promote This Model, mert ugye 12-13-ban hívogattam embereket, és az egyikük az nagyon rendesen elmondta, hogy mit gondolt, és mondta, hogy ő nem szeretné támogatni ezt az accelerátor modellt, mert nem hisz benne, a jó startupnak nem kell segítség. Hát ugye a többi az történelem, mert hát úgy látszik, hogy nagyon is kell, ugyanis a nagyvállalatok általában nem jól tudják saját maguk elmondani, hogy mi kell nekik, mi az, ami az ő iparágukban fontos probléma, változás, amiben szeretnének megoldást találni, és a startupok nem nagyon találnak rajtuk fogást, úgyhogy az accelerátor, mint egy ilyen kovász a startup ökoszisztémában, össze tudja kötni ezeket a korábban, illetve más módon nem nagyon jó kapcsolódó szereplőket.
tehát végére még hogy valami praktikus tanácsot is tudjak adni, ezek azok a tanácsadók, akik főállásban azzal foglalkoznak, hogy abban segítenek, hogy bejussál egy jó accelerátorba. Tehát ha be akarsz kerülni egy Techstars vagy Y Combinatorbe, akkor itt vannak a nevek, ezeknek kell írni. Nyilván, hogyha jó vállalkozó vagy, akkor megfelelod az e-mail címüket, és le lehet kezdeni velük beszélgetni arról, hogy mit szeretne csinálni a céged ebben a nagy világban. Egyre több nagyon-nagyon jó program van, az látszik, tehát hogy a világban az unikornisoknak a száma azért az nem véletlenül duplázódott, több mint megduplázódott az elmúlt 3 évben, tehát ugye most már több mint 1000 unikorn is van, korábban azért ez nagyon-nagyon ritka volt, még azért összenéztek az emberek, hogyha egy cég unikorn is lett, most már mi ott tartunk, hogy egy-egy accelerátor is azt, hogy van, hogy 2-3 unikorn is van, ez most nyilván a jobbak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha startup fejlődésről beszélünk, a saját vállalkozói fejlődésekről beszélünk, akkor nagyon érdemes elgondolkodni egy ilyen accelerátorral való együttműködésben. Én nem titkolt, én nagyon kedvelem a Techstars-nak a modelljét, azért, mert vállalkozó központú, egy, kettő. Ha most azt gondolod, hogy neked nincsen meg az a csapatod, amivel be tudsz menni egy Techstars, tényleg nincsen semmilyen kapcsolatom velük, tehát semmilyen, tényleg nulla forint cseri a gazdát a beszélgetés előtt, meg utána se fog. Tehát ők tényleg nagyon jól rámennek arra, hogy hogyan tudnak segíteni vállalkozóként. Tehát fölmész a weboldalukra, mindent meg tudsz tanulni tőlük gyakorlatilag, amit amúgy elmondanának, hogyha beülnél egy New York-i vagy egy Austin-i accelerátorba. Tehát van nagyon sok online kurzusuk, hogyha szólóban vagy és nincsen csapatod, az sem baj, mert arra is van egy külön programjuk. Hogyha idősebb vagy, arra is van egy külön programjuk. Nyilván, hogyha nő vagy, illetve kisebbség és bármilyen más diversity, arra külön sok programjuk van, kifejezetten sok célzott programjuk van. Tehát mivel, hogy vállalkozók tudják, hogy sokfélék vagyunk, sokszínűek, és ők ehhez is alkalmazkodnak, és hát abszolút egy ilyen inkluzív filozófia mentén működnek, mert tudják, hogy az értékteremtés az nemtől, meg kortól, meg nem tudom, hajszintől függ, hanem nagyon is attól, hogy hogyan tudja valaki megvalósítani az eredeti koncept, vagy a koncepcióját a változó világban, és hogy mennyire van közel a lehetőségekhez. Én azt gondolom, hogy ami nekem általában nagyon fáj, hogy Magyarországon van, nem tudom, ilyen 5000-10000 olyan ember, aki most vállalkozik, startupot is szeretné ezt sikerre vinni, és nagy valószínűséggel, ha ugyanez az 5-10000 ember a világ másik részén lenne, akkor 5 év múlva 4-5-10 unikorn is lenne belőlük. Csak azért nincsen belőlük egy unikorn is, mert éppen itt vannak, vagy éppen egy olyan helyen vannak a világban, ahol ezt nem lehet, vagy azt gondoljuk, hogy egyelőre eddig nem lehetett megfelelő mértékben leverage-elni, megfelelő mértékben kihasználni. A világ abban az irányban megy, hogy minél több lehetőséget lehessen már csak az online léten keresztül is kihasználni, de én azt gondolom, hogy nincsen elég, nem hangzik el ez eleget, se a sajtóba, se a magyar médiumokba, hogy milyen lehetőségek mutatkoznak. Most én meg szeretnénk nektek mutatni két videót, a múltbeli tapasztalatokból kiindulva ez 30 perc lesz összesen, tehát nem fogjátok nagyon elunni magatokat, meg amúgy is érdekeseket mondanak, a magyar fordításban van egy-két döccenés, úgysem olvassátok, mert értetek angolul, de én ezt azért csináltam meg magyarul, hogy tényleg mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez, ezekhez a tudásokhoz. Megnézzük ezt a két videót. Az egyik a Hilla Brinnerrel, aki a Techstars Tel Aviv-i vezetője, a másikat pedig a Cedric Malouval, aki a Startup Yard, a prágai accelerátornak a vezetője már 10 éve. És utána pedig meghívott vendégeink, Méri és Nóra fognak reflektálni arra, amit ezekben a videóban hallottak, illetve én is fogok kérdezni tőlük, vagy kicsit felfrissítendő a beszélgetés.